mai alkalom, én azt gondolom, hogy adja is magát. Az a sok dolog, ami kint zajlik, az a sok dolog, ami esetleg a gyűlölet, vagy épp a haragkeltésre tökéletes táptalajt ad. Szerettem volna egy mai olyan meditációt tartani, ami kicsit visszaköszön és visszahozza a szeretetet, vagy inkább az, hogy azt a fajta metta meditációt fogom nektek vezetni, ami ugye azt segíti elő, hogy empátiát hozzunk inkább a mindennapjainkba, mint hogy mutogassunk és okoljunk embereket. Emiatt ez a mai alkalom egyben különleges is, másrésztről pedig talán mondhatom azt, hogy kvázi mindig ilyen meditációt kéne gyakorolnunk ahhoz, hogy tényleg több szeretet legyen a szívünkben, és boldogabbak legyünk, vagy legalábbis nyugodtabbak. Úgyhogy a mai este metta meditáció lesz, ami azt jelenti, hogy az angolul mondanánk loving kindness, tehát egyfajta olyan belső szeretetre, jó érzésekre fogunk koncentrálni, ami segít abban téged, hogy megnyugodj, relaxálj, és emellett pedig természetesen, ha egy kicsit spirituálisabb vagy, akkor megengedi azt, hogy akár jó kívánságokat is küldjél más embereknek a világ minden pontján, vagy éppen önmagadnak, attól függ, mire van a legnagyobb szükséged éppen ma. Úgyhogy nagyjából ez. Én nagyon kíváncsi vagyok egyébként, így a cseten is látom, már írtátok egy-ketten, hogy szép estét kívántok, nagyon kíváncsi vagyok, hogy honnét írtok, illetve hogy vagytok ma. Tényleg, hogy vagytok ma? Mi az, ami most a szívetekben van, mi az, ami most foglalkoztat titeket, amivel ma érkeztetek ebbe a meditációba. Én azt gondolom, hogy ez mindig fontos, hogy mielőtt meditálunk, kicsit önmagunkkal számot vessünk, és végig gondoljuk azt, hogy mi is az a lelkiállapot, amivel belemegyünk egy meditációba. Hiszen legtöbb esetben mondhatom azt, hogy sokan ugye a stressz miatt szeretnének meditálni, ami tök szuper és fontos. Viszont ha mindig full stresszesen mész bele a meditációba, és nem készíted elő úgymond a gyakorlást, akkor sokkal nehezebb, akkor sokkal nehezebben fog menni. Ez kicsit olyan, mintha lefutnál 200 métert, és utána azt várnád magadtól, hogy azonnal nyugodjon meg ugye a szívverésed, lazuljanak el az izmok, hát nem fognak, mert ugye éppen lefutottál 200 métert, és valószínűleg lihegsz. Úgyhogy ugyanez van a meditációval is, minden alkalommal szépen lassan ugye belül kell hozakodni egy-két olyan tevékenységgel a meditációt megelőzően, ami segít egy kicsit lelassulni, egy picit megérkezni. Így hát érkezz meg te is, kérlek, ebbe a meditációba. És mondom, ugye elég sok minden zajlik most a világban, lehet, hogy ez is befolyásol téged, lehet, hogy aggódás van a szívedben, lehet, hogy frusztrált vagy, de lehet, hogy egyébként tök jól telik ez a hosszú étvége, az is teljesen rendben van. Az érzésekkel jó tisztában lenni. És a metta meditációban az is különleges egyébként, hogy természetesen nem csak kifelé koncentrál, hanem ugye önmagadra is. És hát ez a tavaszi meditációs jogatáboromnak a központjában lévő téma is, az önszeretet, illetve az önelfogadás. Így hát egyértelmű, hogy ma is erre koncentrálunk, és ugyebár a Facebookon van egy csoportom, Tudatos Élet Preszeller Dórával, és ott pedig mindenféle tippeket osztok most meg két héten keresztül egy kihívás keretében, úgyhogy ez is hozzátartozik. Ha pedig érdekel egy meditációs és jóga elvonulás, akkor pedig április 1 és 3 között szeretettel várlak. Szép estét Miskolcról, Kökényes Istvánné! Elvira, szia! Szia Erzsébet! Szia Edina! És szia Dávid! Kicsit fáradt vagy. Közben üdvözlök mindenkit még egyszer. Szerintem nagyjából ennyien leszünk egyébként. Így hát az önszeretettel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy rengeteg eszközt osztok meg a Facebook csoportban, érdemes becsatlakozni, még ha nincs is kedved végigcsinálni most ezt a kihívást, akkor is sok tippet, trükköt osztok ott meg, tehát tudatos élet Preszeller Dórával, hogyha tényleg szeretnél, akkor nyugodtan gyere és csináld azt is, ugyanis tényleg
segíteni fog. Hoppá, hoppá, közben a Zoom kidobott. Szuper. Hát van ilyen egyébként. Győrben vagyok jelenleg, és nem mindig erős az internet. Közben visszatértem a Zoomra, és kicsit kidobott, elgyengült az internet. Elnézést, ne haragudjatok én miatt. Na de, csapjunk bele a meditációba, mert tudom, hogy emiatt vagytok itt. És ami fontos tényleg, hogy egy olyan pozíciót találj most magadnak, ami kényelmes. Jó, ha szeretnél lefeküdni, nyugodtan feküdj le. Hogyha ülve maradnál, akkor kérlek, maradj ülve. Az a fontos, hogy maradjon a derék és a hát egyenes. A meditációba ne úgy menjünk bele, hogy azt várjuk, hogy ne legyenek gondolataink, mert ez nem fog megtörténni, ez egy hamis elvárás. A meditáció során megtanulsz nyugodtan, egyfajta távolságból, elfogadóan, mégis szeretettel rápillantani arra, ami éppen benned van. Ezek a lehetnek a gondolataid, az érzelmeid, és segít tényleg ezzel az elfogadással, ezzel a jelen pillanatban levéssel megnyugodni. Talpak a talajon, hogyha ülsz, kezeket nyugodtan helyezd a combodra, semmi gond, ha még életedben nem meditáltál, és nem fog semmit sem ártani ez a meditáció. Tényleg egyfajta tükröt mutat, és közben mégis olyan belső energiákat, forrásokat tudsz aktivizálni, ami ebben az időben kifejezetten hasznos lehet. Úgyhogy kérlek, kezdjél egy kicsit a messzeségbe révedni, de ha már jól esik, lassan le is csukhatod a szemedet. Nem sietünk sehová. Remélem, hogy jól hallottok egyébként. Nyugodtan jelezzétek. És végy egy-két mély lélegzetet, miközben szépen lassan lehunyod a szemeidet. Húny le a szemeidet. És engedd meg most magadnak, hogy a világ összes idejét önmagadra fordítsd. Engedd meg most magadnak, ellazulj fejtetődtől a lábujjakig. Igazítsd meg a testedet, ha egy picit másképp ülnél, vagy feküdnél, és találd meg azt a kényelmes pozíciót, amiben most megpihenhetsz. A meditáció abban segít, hogy egy pillanatban egy dologra koncentrálva megpihenj. És az elméd a messzeségbe réved, hogy elkalandozik, csak finoman hozd vissza a jelen pillanatba, azzal, hogy önmagadra, vagy a hangomra koncentrálsz. Nincs jó és nincs rossz meditáció. Mindegyik éppen úgy történik, ahogy történnie kell. A mai meditáció során koncentrációnk középpontjában a szeretet lesz. És figyelmedet irányítsd a légzésedre, és mindenfajta változtatás nélkül csak figyeld meg
milyen most a légzésed, ahogy be és kiáramlik. Lélegezz be, és ki. Belégzés, és kilégzés. Csak figyeld meg, ahogy a levegő áramlik az orrodon át, figyeld meg a levegő mienségét, puhaságát, ütemét. Ahogy belélegzel, és ahogy kilélegzel. Az sem baj, ha azt érzed, hogy lassítanád a légzésedet. Szépen lassíthatod azáltal, hogy lassabban fújod ki a levegőt. És azt is megfigyelheted, milyen az az állapot, amikor éppen kifújtad a levegőt, és egyfajta ürességet, egyfajta szünetet érzékelhetsz két belégzés között. És csak tartsd a figyelmedet a légzéseden, az orrlyukadnál. Miközben tágíthatod a teret, figyelmedet, a tüdőt felé, ahogyan belélegzel. Megfigyelheted, ahogy szépen lassan emelkedik a mellkas. És fel alá mozdul a hasfal. Tágíts ki még jobban a teret, figyelmedet, és ahogy érzékeled a belégzést és a kilégzést, érzékeled most már a testedet is, az orrlyukadtól egészen a hasfalig. És mindenféle ítélkezés nélkül csak légy jelen, ahogy belégzel és kilégzel. És minden belégzéssel érzékeled, ahogy a friss levegő, az oxigén áramlik a tüdődbe, és eljut minden sejtedbe és porcikádba. Képzeld el, ahogy feltölti minden porcikádat, sejtedet, a
friss oxigén. És minden kilégzéskor képzeld el, ahogy kifújod az összes nehézségedet, kellemetlenséget, fájdalmat, vagy negatív érzelmeket. Belégzés és kilégzés. És ahogy árad az oxigén a testedben, érezheted, hogy ellazulnak az izmok. Megkönnyebbülhetnek a vállak, leengedhetnek, ellazulhatnak a karok, könnyéken át, egészen az ujjakhegyéig. Ellazul a nyak, tarkó, ellazul az orca, a nyelv és a szemkörnyéki izmok. Megpihennek az izmok a háton, finoman mozdul a mellkas és a hasfal. Elenged a csípő, és megpihennek a combok, a vádlik, egészen a lábujjakig. És ahogy megpihensz fejtetőtől a lábujjakig, egyfajta megnyugvás, megkönnyebbülés, kényelem és komfort lesz. Lehet, hogy még érzékelsz egy-két helyen a testedben feszülést. Ilyenkor képzeld el, hogy áramlik a levegő, mint ha pont oda vehetnél mély lélegzetet, mely kioldja fájdalmat és megkönnyebbülést hoz. Engedd meg, hogy a hála megjelenjen a szívedben. Engedd meg most magadnak, hogy hálás legyél a szívedért, mely születésed pillanatától életed utolsó pillanatáig téged.
téged szolgál. És ez a hála a szívedért kiterjed a többi szervedre is. Most köszönetet mondhatsz az összes belső szervednek, az összes rendszerednek, hogy érted dolgozik. Köszönd meg a csontjaidnak, hogy megtartanak. Köszönd meg az izmaidnak, a bőrödnek, az egész testednek, hogy veled van, és az otthonod lehet. És engedd meg magadnak a jó kívánságot, így kíván magadnak, hogy boldog legyél, egészséges legyél. Boldog legyél, egészséges legyél, és szabad legyél minden szenvedéstől. Kíván minden porcikádnak, testednek, elmédnek, a lelkednek, hogy boldog legyél, egészséges legyél, és szabad legyél minden szenvedéstől. Engedd, hogy minden porcikádba beleivódjon a jó kívánság, a szeretet, engedd, hogy a szívedben, a hálánál szeretettel gondoljon magadra. És töltsd fel minden sejtedet egészséggel és boldogsággal.
És ez a szeretet a szívedben csak növekszik, árad, és mint egy gyönyörű fény, beragyogja minden porcikádat. És fejtetőtől a lábujjadig. Ez a szeretet, ez a fény még tovább nő, és másoknak is szívesen adsz belőle. Gondolj azokra, akiket nagyon szeretsz és fontosak. Hozd meg velük ezt a fényt, ezt a szeretetet. Áradjon belőled, hogy őket is betakarhast fényeddel. És kíván nekik, hogy legyenek boldogok, egészségesek, és szabadok minden szenvedéstől. Érje el őket fényed, mint jó kívánságot. Legyenek boldogok, egészségesek, és szabadok minden szenvedéstől. És ez a fény a szívedből ez a feltétel nélküli kedvesség és csak árad, növekszik. Áradjon a szeretet. Engedd, hogy a szeretet elérjen azokhoz is, akiknek a legnagyobb szükség van most rá. Küldd ezt a szeretetet, a fényt mindazoknak most, akiknek a legnagyobb szüksége most rá.
mindazoknak, akik szenvednek. Engedd meg, hogy ez a szeretet most elérje mindannyiukat. És kívánj nekik hogy legyenek boldogok, egészségesek, és szabadok minden szenvedéstől. Boldogok, egészségesek, és szabadok minden szenvedéstől. Áradjon a szeretet, a kedvesség, és ezáltal megtapasztalhatod az igazi békét a szívedben. Békesség, nyugodtság, kedvesség, ezek a minőségek növekedjenek szívedben most. És tudod, hogy ide bármikor visszatérhetsz, és bármikor kitáradod szívedet, így lassan végy egy-két mély lélegzetet. Készítsd fel most magadat a visszatérésre. És amikor készen állsz, figyeld meg a szíved dobbanását. Köszönd meg magadnak, hogy ma is meditáltál. Gyert szépen lassan, nyisd ki a szemeidet. Nyisd ki a szemeidet. Sziasztok, újra! Ha itt vagytok, akkor kérlek írjátok meg, hogy milyen érzés volt szerető kedvesség, meditáció.